ünnepi szentmisén vehettek részt a kisjakabfalvai németek. A nemzetiségi önkormányzat ugyanis búcsút szervezett a baranyai településen, ami a Fehérház udvarán folytatódott. A kisjakabfalvai templomnak a védőszentje Szent Péter és Pál apostol, és ennek kapcsán került ez a rendezvény megrendezésre, illetve felújításra került az első és második világháborúban elhunytak emlékére állított emlékmű. Ennek a felújítása befejeződött az elmúlt napokban, és hát úgy gondoltuk, hogy akik elhunytak, azoknak a hozzátartozói is meghívásra kerültek, és hát most egy kulturális műsorral fogjuk majd folytatni. Lesz svéd asztalos vacsora, és este pedig bállal fog zárulni a rendezvény. Tehát ez egyfajta ünnepség a védőszenteknek, a névnapjait ünnepeljük ezzel a rendezvénnyel. A helyi német önkormányzat elnöke elmondta, hogy a településen korábban sok német ajkú lakos élt, számuk azonban megfogyatkozott. Ennek ellenére igyekeznek fenntartani a hagyományokat. Úgy mondhatom, a sváb lakosság az eléggé megfogyatkozott, nagyon kevesen vannak már a régiek közül, így próbáljuk még, akik vannak fiatalok és itt a környéken, egy kicsit fellendíteni ezt a német svábsági rendezvényeket, életet, hagyományt, őrzést, ápolást. Színes kulturális műsorral készültek a szervezők. Háner Róbert feleségével és tanítványaival lépett színpadra. Régóta foglalkozom műsorral, és ami műsort most idehoztuk, ez nem kézenfekvő, hogy máshova is ezt a műsort visszük. Amit most idehoztuk, ugye mi a Háner Duo, én meg a feleségem sokat éneklünk slágerzenéket, illetve hoztuk a lányunkat harmonikázik, hoztam a fúvós együttesemet, a Total Brass együttes Mohácsról, és a Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Tánccsoport lesz most a vendégük, de egy másik műsor lehet, hogy teljesen más felállás van, más műsorokat szoktuk vinni. Tehát foglalkozunk ilyen műsor közvetítéssel gyakorlatilag, de itt most ez a műsor lesz. Színes a paletta, ének, zene, tánc. Róbert már a 2000-es évek közepe óta szervez ilyen műsorokat. Mivel svábok vagyunk, ez és próbáljuk a sváb zene mellett egy picit a kinti zenét is idehozni, a kinti német slágerzenét, szlovén, osztrák, német slágerzenét, és igazából mi a kezdetük kezdve az azt a repertoárt énekeljük. Persze a műsorokon hagyományos sváb táncokat is láthatjuk, vagy hagyományos sváb énekeket is, hagyományos sváb fúvószenét is hallunk, tehát ilyen vegyes összeállítást szoktunk vinni, hogy legyen kicsit modernebb dolog is benne, vagy legyen hagyományos is benne. Robert számára is fontos, hogy ápolják a hagyományokat. Régen ez is sváb település volt, például a többi is. Nyilván Kelet-Baranya az nagyon erős svábságban. A többi helyen is sok helyen van német önkormányzat, de nyilván ott már kevesebb sváb van. Azért fontos, hogy azért ez a kultúra megmaradjon, hogy azért csináljunk azokon a helyeken is, ahol kevésbé laknak svábok. Bár a végig a településeit nagyon szép házak vannak, tehát itt egykoron egy nagyon virágzó sváb kultúra volt, és sokan vesznek itt házat most is a Pest környékről, tehát azért jól néz ki szerintem a település. Jó hangulatban telt a program. Az udvaron felállított sátor alatt a megterített asztaloknál szép számmal gyűltek össze a helyiek, a meghívott vendégek. Thank you.